Na, jó reggelt mindenkinek! A donnellátás, önfenntartás, minimalizmus témakörébe tartozik, amit be fogok mutatni. Azt tapasztaltuk az elmúlt években, hogy a vidékre költözők minimalista életmódot választok között az egyik legnagyobb kérdés, hogy hogyan fogok mosni, működik-e az automata mosógépem, illetve a hűtőszekrényem. Hát vannak alternatív megoldások, ugye mi is csináltunk kézzel hajtható mosógépet, illetve hűtő helyett jégvermet, és elő lehet állítani egy mini erőművet napelemekből, csak felesleges. Tehát el kell engednünk a két készüléket, az automata mosógépet, mert 3 kW-ot fogyaszt. Ehelyett ma már olyan mosógépeket lehet kapni, amik szinte ugyanazzal a hatékonysággal, sokkal kevesebb energia és vízfelhasználással 150-300 wattot fogyasztanak. Tehát le kell cserélni az automata mosógépünket, és akkor mindössze egy 250 wattos napelem, egyetlen tábla, nekünk ott van kint két tábla napelem, ebből egy tábla elüzemelteti a hűtőszekrényt is, és a mosógépet, illetve minden egyéb eszközt egyszerre. Hűtőszekrényben pedig csak is a legmodernebb inverteres hűtőszekrények játszanak. Az egy olyan technológia, ami egy év alatt fogyaszt annyit, mint a hagyományos hűtőszekrények egy hónap alatt. Ezek beszerezhetők egyébként olcsón, lehet kapni ilyen csomagolás sérült termékeket, ajánlom figyelmetekbe a Budai Sanyi barátomat, ő egy ilyen cégnél dolgozik, nekem is szinte tőle van mindenem. Ezt a Hajdú centrifugát viszont egy vastelepen találtam, hazahoztam, bedugtam és működik. Hát, nem egy mai típus, nem tudom mennyire látszik, fogyasztói ára már nincs feltüntető, tehát annyira régi, viszont 150 watt van ráírva. Illetve ezt a mosógépet kivettük tovább. Nem tudom, ez mennyire fog látszani. Azt mondja, hogy 170 watt, 230 volt, 50 Hz 170 wattos, hogyha véletlenül nem látszódna. Optima a típusa, először azt hittem, hogy egy kínai csoda, de most egy barátom kérte, hogy szerezzünk neki, mondom, hát Kínából minden rendelhető. Ez a mosógép ilyen picike, 3 kg az össúlya, és 6 kg ruhát most nagyon hatékony, egy kis kecsegős kapcsoló van benne, semmi elektronika. Torgatja a vizet egyik irányba, megáll, forgatja a vizet a másik irányba. Valamikor a teteje gyönyörű szép üvegből készült, de elejtettem, elestem a mosógéppel, amikor vittem Kína tajgába és összetört. Mai kereskedelmi forgalomban Magyarországon kapható hasonló mosógép, ami még annyit csinál, hogy amellett, hogy irányt vált, még a vizet is forgatja, illetve egybe van építve centrifugával. Egy ilyet akár még egy Auchanból is be lehet szerezni, vagy már az említett barátomtól, majd felteszem a honlap címüket. A melegvízállítás, tehát el kell felejteni három eszközt, az automata mosógépet, a régi típusú hűtőszekrényt, és a villanyboilert. Villanyboiler helyett fatüzelésű boiler, napocskával történő előállítás, és hűtőszekrény helyett inverteres, és mosógép centrifuga pedig a régi hagyományos. Ilyenkor általában egy mosóvizet fel tudunk használni kétszer-háromszor. No, gyönyörű időnk van, áldás!